Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Aki szeret engem, megtartja a tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. A húsvéti szent idő a végéhez közeledik, tehát egészen közel már Pünkösd ünnepe. Az evangélium Jézusnak a lélek eljövetelét előre meghirdető jánosi egységéből való. A Szentírás szerint a lélek mindig ott van, ahol valami új kezdődik el. Pontosabban, ahol ott van a lélek, ott mindig kezdetét veszi valami új, valami nagyszerű. Így volt a teremtéskor. Isten lelke lebegett a vizek felett, és meglett minden. Így volt az új teremtés hajnalán, az angyali üdvözletkor, amikor Gábor angyal Máriával közölte, a Szentlélek száll le rád, és a magasság beli ereje tölt el árnyékával, borít be árnyékával, és megfogant méhében az üdvözítő. És így lesz pünköstkor is. A Szentlélek lángnyelvekben leereszkedik az emeleti teremben lévő apostolokra, asszonyokra, és erő tölti el őket. A lélek számos ajándéka ismerté válik ezekben az eseményekben. Például, hogy ő alkot, hogy ő életet ad, és ő erővel tölt el. Szent Pál is leveleiben többször beszél a lélek ajándékairól, valahol a lélek gyümölcseiről. Jézus itt a szeretetet nevezi meg, mint az eljövendő Szentlélek legjelentősebb ajándékát. Ez nem is csoda, hiszen az Atyától küldi el a lelket Jézus, mint kettőjüket összekötő, és az ő relációjukba minket is bekapcsoló személyes kapcsolatot, ami nem is lehet más, mint maga a szeretet. De ez esetben kifejezetten úgy beszél róla, mint az ő szeretetét részünkről lehetővé tevő erőről. Istent, aki a szeretet, nem tudnánk saját erőnkből viszont szeretni. Azért lehetséges a teremtménynek viszont szeretnie Istent, mert ő megadta nekünk a szeretet lelkét. Azután a szereteten belül még tovább szűkíti az ajándékok körét Jézus a neki való engedelmesség megvalósulásának kérdésére. Ezt a jézusi kitételt, mintha mára egészen elfelejtettük volna. Főleg most, az Isten irgalmasság szent évének eufóriájában nagy erre a kísértés. Az irgalmasság oltárán igazságosságot is feláldozó, mindent megengedő, és így a népszerűséget kereső lelkipásztori gyakorlat is hajlamos erre. Gazdánk változhatatlan igazságainak pedig ez is szerves része. Az szeret engem, aki megtartja tanításomat. Nem szeret engem, aki nem tartja meg tanításomat, hallottuk Jézustól. Persze sokféleképpen lehet Istent viszont szeretni. Máshogy szereti egy hindu, vagy egy krisna tudatú, egy muzulmán, egy zsidó, vagy éppen egy keresztény.
de Isten egyházában egészen biztosan csak akkor, ha a parancsait, az evangéliumi tanácsait és a hegyi beszéd igazságát törekszünk megvalósítani életünkben. Egy gyógyítás alkalmával kérdezte Jézus a tömegtől, mi könnyebb, azt mondani, hogy bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, szedd össze az ágyadat, és menj haza. Mondani könnyebb, hogy a bűnök bocsánatot nyertek, hiszen ennek semmi látványos következménye nincs. Mondhatni bárki mondhatja. Amint könnyen kimondják ezt is, én szeretem az Istent, és ennek sincs semmi látványos következménye. De úgy szeretni Istent, hogy én imádkozom hozzá, hogy az ő napját megszentelem, hogy a keresztségből fakadó kötelezettségeimet következetesen megélem. Így sokkal nehezebb, de így látványosabb. És tanúságtételre is csak ez alkalmas. Az első hívőket az életvitelük láttán nevezték el Jézusról krisztusiaknak, azaz keresztényeknek Antiókiában. Az apostoli buzdítás is arról szól, hogy tetteiteket látva dicsőítsék az emberek a mennyei atyát, illetve hogy úgy éljetek, hogy megkérdezzenek titeket, mi az alapja reményeteknek. A hit, ha tettek nem származnak belőle, önmagában holt dolog, írja Jakab apostol is. Hát miért különbözne éppen ettől a szeretet, amely a hittel és a reménnyel egy tőről fakad, vagyis Istenből ered? Nehéz, de a lélek ajándékaként egyáltalán nem lehetetlen. Erre vonatkozóan is érthetjük Jézus most hallott szavait, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és ne csüggedjen. És fogadhatnánk ajánlását, kérjétek, és megkapjátok. Amint a hit ajándékát, úgy az én viszont szeretésem képességét is kérjétek, és megkapjátok. Mert a vigasztaló, a Szentlélek megtanít titeket mindenre, ígérte Jézus. És ehhez a törekvéshez egy további ígéret is társul. Aki úgy szeret engem, hogy megtartja tanításomat, azt atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és lakást veszünk nála, mondta az Úr. A lélek egyik ajándéka sem, így a szeretet, az Isten viszont szeretésének ajándéka sem öncélú. Ahhoz köti és ahhoz vezeti az embert, akit szeret, aki aztán egész önmagával ajándékozza meg érte. Urunk Jézus, pünkösdhöz közeledve, kérjük, esdjük, óhajtjuk, küld el nekünk szent lelkedet.